Tisztelettel köszöntöm Ferenci Attilát, és azért jöttem ma el, hogy megkérdezzem Rebrov Fradiáról mi a véleményed. Köszönöm a megkeresést, üdvözlöm a szurkolókat. A Rebrov Fradiáról igazából csak a nemzetközi meccseket nézem annyira, a hazai meccsek csak egy párat láttam. A számítás, amit előzetesen vizionáltam, mert írtam a Rebrov kinevezéséről cikket, valójában azt döntött, amire számítottam. Ukrán futballt próbál meghonosítani a Ferencvárosnál, ami a nemzetközi kupa meccseken akár még jól is elsülhet, hiszen az ellenfelek erősebbek, mint mi, az a védekezés, kontraszt futball az a eredményt lehet elérni, villámgyors játékosokat kell hozni, ilyen a Tökmak, vagy a Petyák ilyen volt, sajnos elment a Fraditól. Tehát ukrán futballt próbál meghonosítani ukrán játékosokkal. Előre lehetett látni, hogy ebben a csapatban Böde nem fog beférni, mert ő erőcenter, tehát az a fajta lerohanós futball, ami kellene, vagy vizionál a Rebrov, az igazából neki kultúra idegen. A játék az teljesen, tehát nem látványos futballt játszik a Ferencváros nemzetközi mércével mérve, hanem egy célfutballt játszik. De nem is tud más játszani, hiszen sajnos mi Európa vége felé járunk. Úgyhogy a Európa Liga csoportkörébe bejutás az mindenképpen dicséretre méltó, hiszen a Ludogorets az nem gyenge játékosokból álló csapat volt, no, a bolgár volt, de tele volt jó brazilokkal, és ott végül is a Ferencváros simán, ha úgy tetszik, tovább jutott. A Dinamo Zagreb sajnos ez nekünk egy nagy falat volt, jobb játékosokból állt egyértelműen, és lefociztak minket. Tehát a szurkolók gondolom azért nem is tüntettek a Ferencvárosnak azon a meccsén. Ráadásul a szurkolók, ahogy látom, érzékelik azt, hogy mikor, tehát egyre inkább úgy tűnik, hogy elkezdenek érteni a szurkolók a focihoz, mert ugye általában ilyen fejükre szoktam olvasni, hát mindig a meccs utáni eredményből vezetik le a véleményüket. És ennek a tipikus példája, amikor kikap a válogatott, vagy egy klubcsapat, akkor mindig jönnek, hogy nem fut, nem hagy, nem akar, de ugyanaz a meccs fordítva sül el, akkor abban a pillanatban már küzdött, hajtott, jó volt a hozzáállása. Na most itt a 0-4-es meccsen is lehetett látni, hogy jó volt az ellenfél. Hiába akartunk, hiába tettük oda, mindent elkövetett a Ferenc, ennyire tellett. És ezért a szurkolók úgy álltak hozzá a mérkőzés utáni reagálásukkal, vagy ünneplésükkel idézőjelben, ami furcsa volt. Tehát nem megszokott Magyarországon. A Ferencváros identitását nagyban meghatározza a saját nevelési játékosok csapatban szerepeltetése. Ezt szoktam én is felróni Rebrovnak, illetve a Ferencvárosnak, hogy ugye tele vagyunk idegen légiósokkal, és szinte nincs is saját nevelése a csapatban. Ez szerinted az identitás feláldozható az eredmények oltárán? Hát a Ferencváros jelenleg az én olvasatom ilyen átmeneti fázisban van. Tehát olyan fázisban van, hogy jó lenne nemzetközi szintre bekapcsolódni, ahhoz viszont célfutballt kéne játszani, de az identitást azt a nemzetközi trendek figyelembevételével kéne módosítgatni. Ugye a Ferencváros arra jellemző egy attraktív, látványos, lerohanós futball, amiből talán a mai szurkolók már nem is látnak olyan sokat. Tehát bepréseli az ellenfelet a kapuja elé, akció-akció hátán, és előbb-utóbb gól a vége. Na most ezt a fajta futballt nemzetközi szinten mi nem tudjuk játszani, mert nincsenek olyan játékosaink. Tehát a utánpótlást ilyen szempontból külön kéne választani, hogy rá kéne állni egy Fradi identitású képzésre, mert ha valaki kap egy jó képzést, még ha az Fradi identitású is, akkor is bármilyen futballkultúrába elvileg neki be kéne tudnia illeszkedni. Mert ugye az identitás egyik része az, hogy a Varga Zoli a minta, vagy Albert Flóri, a labda fölötti totális uralom, vagyis képzett legyen a játékos. Ugye egy képzett hegedűművész, az be tud zárni a népzenekarba is, meg a jazzzenekarba is, meg ha kell, rockot is játszik. Tehát ennek így kéne működnie, hogy jó utánpótlás játékosokat kéne képezni. Azonban most elkanyarodva Ferencvárostól, ugye megnéztem az U21-es válogatott meccsét, a Gera Zolinak a debütáló meccsét, de azt kell mondanom, gépfutball. Tehát abban semmi egyéni, mindenki tudta, hogy hova, merre mozogjon, vagy le volt maradva, vagy nem. Hát a norvégok, az északi futball, ahol semmi ötlet nem volt sose, jellemző nagyon rájuk, ha lefociztak minket, úgyhogy közünk nem volt a meccsen gyakorlatilag. Mi lehet az oka annak, hogy pénz, palipa, fegyver, minden megvan a Ferencvárosnál, és még sincsen normális utánpótlása? Hát én most nem tudom, hogy utánpótlás hogy áll, vagy hogy nem, már egy dolgot tudok, hogy mi, amit sokszor elmondtam, a magyar labdarúgásban tudás hiányzik.
Tehát mindent megvesznek már a labdarúgó szövetség szakemberei, tehát a háttérben dolgozó súgók, azok mindig elérik, hogy valamit megvegyenek. Most nem akarom például felhozni a tekbalasztalt, tehát a magyar futball televásárolták 1 millió forint értékű tekbalasztalokkal. Nagyon csodálatos találmány, csak a játék tudás növeléséhez a hatékonyság az 0,6% körülbelül. Tehát nagyon jó pofa játék, meg hogy játszogatunk rajta, de a futballt azt észre játsszák, ugye ezt már Bukovjék megmondta, hogy fejjel játsszák, végrehajtás eszköz a láb. Tehát a effektív a fejjátékhoz, az ész futballhoz semmit nem tesz hozzá a tekbal. Ugyanígy vettek ilyen Excel Light világító pántokat, vagy pólókat, vagy nem tudom milyen néven fut. Az is 1 millió forint értékeba került darabja, valakinek nagyon jó biznisz volt biztos az MLS-be, de hogy a hatékonysághoz semmit nem tesz. Hát az edző nem ért hozzá, meg bármit adhatsz a kezébe. Bármit adhatsz, akármilyen eszköz, állományt adhatsz. Ha nem ért a futballhoz, nem tudja fejleszteni. Márpedig a magyar futball az nem fejlődik, látszik, egy helybe áll. Mondok egy egyszerű példát. Egervári válogatottja 1-0 elvette Luxemburgot pár, 5-6 évvel ezelőtt, nézhetetlen játékkal. Föl is vettem videóra, mert annyira nézhetetlen volt a futball kilátástalan, de valamiért megnyertük a meccset. És most a Storkérában 2017-ben azt hiszem Luxemburg elvert minket, úgyhogy lefocizott minket. Közünk nem volt nagyon a meccsed, és ráadásul a csávó valami csodálatos csellel után lőtt az egyik volt a luxemburgi játékos. Tehát pár év alatt lehet eredményt elérni a futballba, ha és amennyiben az edzői állomány esetleg hajlandó lenne azon a elvek alapján gondolkozni. Márpedig az iparági tudás nálunk sajnos nem egységes. Már sokszor elmondtam, ennek a végtermék az ügyeske játékos, aki sok mindent tud, csak éppen semmit se jól. Tehát körülbelül így működik a dolog, a szellemi termék hiányzik a magyar futballból. És erre nem akar rájönni az MLS vezetés a mai napig. Meg visszakanyarodva a Ferencvároshoz, én úgy tudom, hogy még mindig Bruckner László vezeti a Ferencváros utánpótlását. Én megmondom őszintén, nem látom azt, hogy onnan ömlenének a tehetségek. Vagy csak a nagy csapat keretéhez nem férnek oda. De én ezt, ha csinálnék egy olyan videót, hogy 10 dolog, ami miatt mondjuk nem szeretem a jelenkori Ferencvárost, ez lenne a legelső, hogy nincsen utánpótlásunk és nincsen saját nevelési játékos a keretben. Effektív, akit oda tudnék rakni, a szurkolóknak példaképnek választani, ikonnak választani, ezzel ugye a csapatidentitást erősítem, tehát ezek mind hiányoznak. Amit pénzzel meg lehet venni, az minden megvan, ugyanúgy, mint a Magyar Labdarúgó Szövetségnél. Van ebből kiút? Hát most én a Ferencváros utánpótlás kérdését nem tudom minősíteni, mert nem látom, hogy mi folyik ott. Az tény, amit te is mondasz, ez igaz, hogy egy darab egyéniséget sem rakunk ki. Viszont az is tény, hogy a játékos egyéniség fölépítésének egyszerűen nincs útja Magyarországon. Tehát nincs egy gyakorlati metódus, hogy ezt hogy kéne megoldani. Nézd meg a Szoboszlait, Salzburgnál hogy építgetik lépésről lépésre azt a gyereket. Minden lépésnek oka van, hogy most miért itt játszik, miért ott játszik, most beteszem ennyire, most ezt a terhet teszem rá, és az a játékos, az folyamatos fejlődésben van. Magyarországon semmilyen nincs. Tehát nincs olyan, hogy kiöregszik valaki az ifiből, akkor ebből csinálunk valamit, átteszük a soroksárhoz, és akkor építjük föl, stb. Mert mindig jó az eredményre hivatkozni, hogy most azért nem teszem be, mert az eredményesség, meg stb. De látod, hogy a magyar edzőknél van egy ilyen tézis, hogy még nem kész játékos, valamelyik kifistál rámegyek, és nem merik oda tenni. Ugye Garami Józsi bácsiról is elmondják, hogy szerette a játékosokat beépíteni az MTK-nál, csak hogy elfelejtik, hogy a Józsi bácsi azért építette az MTK-nál fiatalokat, mert a Várszeged tulajdonos ezt mondta. Mert ugye korábban ő a Fradinál volt, és elbukott egy olyan bajnokságot, aminek ő volt a totál esélyese, mert nem mert még rotálni a saját csapatába se. Hát Huszti nem viccből ment el a Ferencvárosból, pedig akkor is tehetséges volt, hanem azért, mert azt mondták rá, nem kész játékos, nem tesszük be. És mi történt? Abból a generációból, vagy abból a csapatból, vagy a bővebb keretből Huszti futott be egyelő nemzetközi karriert. Tehát azért nincs útja egyszerűen a tehetségek menedzselésének és fölépítésének. Hát akkor magyarul, hogyha ezen tudna segíteni most kifejezetten a Ferencváros a fiataloknak az építgetésébe, akkor tudnánk előrelépni, és lehetne megint egy akár szerethető Ferencváros is. Hát de ennek az a feltétele, hogy legyenek tehetségek. Tehát ha a Ferencvárosban nincs tehetség, vagy játékos egyéniség típusú játékos, akiben valami potenciál van, akkor hiába építgetik jól, abban nem lesz sose semmi. Tehát egyéniségek kellenének, mint ahogy látszik a Ferencvárosnál, ki volt régen a szupersztár? Hát a támadó. Albert Varga,
Ezek voltak. A Szűcs Lajos az meg már egy ütővágó játékos volt abban az időben, vagy a Bépi Péter. De utána meg Simon lett a legenda, amelyik gyakorlatilag a lelkesedését vitte a futballba, de alaphelyzetben ezekhez a játékosokhoz képest, hogy futballozni nem tudott. És a mérce az folyamatosan csökken. Tehát ott a Nyilasi az utolsó, vagy az Ebedli Zoli. Hát ezek olyan tudású játékosok voltak, hogy a közelében nincs ma senki. Anélkül, hogy legendát gyártanánk belőlük, hát az Ebedli az alig volt válogatott ráadásul. Közben a Fülé megállította a labdát és organizálta a Ferencvárosnak a játékát. Egyedül. Hát azt mondod, hogy jelen pillanatban nemzetközi szinten csak ezekkel az idegen légiósokkal tud valamilyen szintű eredményt elérni a Ferencváros. Hát jelenleg úgy tűnik, de azért kéne fokozatosan építeni, ha lennének egyéniségek, vagy akiben potenciálisan van valami, beépíteni a válogatottba, mert most például az, hogy nemzetközi szinten van a Ferencváros, ez kimondottan jó arra, hogy a rotáció okán, a bajnoki meccseken hozzányúljanak azokhoz a játékosokhoz, akikből lehetne esetleg valami, be tudnák építeni, mert addig az erősebbik sor néha pihen, mert ugye most zsinórba fognak jönni a meccsek, és jó lenne, mert ez a sorsolás ez lehetővé teszi nekünk adott esetben akár a második elérését is. Tehát nincs kizárva, hogy ha a szerencsefaktor is mellénk áll, és esetleg úgy jönnek össze a meccsek, hogy a második helyre oda tudjunk csúszni. Mert ugye tavaly a Videótonnak is megvolt a lehetősége ebbe az Európa Ligába, hogy oda csúszson a második helyre. És a rotációkán az NB1-ben simán tudnának játszani a föltörekvő fiatalok, és egyre nagyobb terhet kéne rájuk tenni. Hát a Nagy Ádám is szerencse folytán futott be a Ferencvárosnak karriert. Hát emlékezz, a Szomália helyére rakták be. Ha Szomália nem szerződik Franciaországba, akkor lehet, hogy Nagy Ádám még mindig a cserepadon üldögél. Tehát igenis, föl kéne mérni, vagy fölismerni kéne, hogy ki az, akiben van potenciál. És azokat a játékosokat fokról fokra beépíteni, mert lehetne mit kezdeni velük. Ott van a másik, a Holman esete. Hát emlékszem, mikor 2007-ben, vagy mikor volt itt Moniz, vagy utána, de láttam játszani ezt a Jó embert a Népstadionbeli meccsen. Hát azt hiszem, neked is nyilatkoztam akkor, hogy ebben a játékosban van potenciál. Elkútja vetélték Debrecenbe, most legalább a Bratislavánál meghatározó játékos. Ott van a válogatottnál. És elkútja vetéltek egy olyan játékost, aki ma mondjuk nem lenne rossz a Ferencvárosban egy ilyen irányító középpályás, akiben legalább van valami kreatív elképzelés a futballról. Nagyon remélem, hogy meghallgatják ezt a Ferencváros vezetői, és tényleg építőkritikaként és nem személyes támadásnak veszik. Köszönöm szépen, folytatjuk a Ferencváros nemzetközi szereplése után. Én köszönöm a megkeresést. Ha tetszett a videó, kövess bennünket Facebookon, iratkozz fel YouTube csatornánkra, és ha támogatni szeretnél bennünket, ezt a videó alatt található Patreon linken keresztül megteheted.